mennyire költöttetek? Ti jöttök? Még a Na most ki lesz a sapka? Így oda hátra. Igen, szeretném. Akkor légy szíves. Köszönöm. Kárna megszámolod. Az oda települőnek. Halló. Szevasztok, Taven Vaktari, Szavara Zséne. Na figyeljetek ide! Örülök, hogy itt vagytok, örülök, hogy jó kedvetek van. Néhány dologban meg kell egymással állapodnunk. A legközelebbi dohányzás a pihenőben lesz, ahol fölvesszük a gyöngyösieket. Nagyon sok barátunk a kérésünknek megfelelően készített kávét, szendvicset, üdítőt. Mégis arra kérlek benneteket, hogy a legnagyobb körültekintéssel fogyasszátok, ha esetleg útközben neki láttok. A buszt ugyanilyen tisztán kell este visszabocsájtanunk. Nagyon szeretném, hogyha büszke lehetnék rátok a nap végén, tisztán pedánsan adjuk vissza a buszt. A miskolci közös működésünkre nagyon szeretném, hogyha együtt mozognánk, nem szélednénk széllyel Miskolcon. Azért, mert egyrészt egy csapat vagyunk, ide tartozunk. Másrészt pedig többen vannak köztünk, akik nem ismerik Miskolcot, tehát én most nagyon bízok benne, hogy senkit nem hagytunk itt, akik majd azután érkeznek ide. És tehát tényleg fegyelmezettséget várok el elsősorban. Ez mindnyájunkra kötelező, rám is, rád is, a harmadikra is, mindegyikünkre, aki itt ül. Együttműködést és jó közérzetet. Ha valakinek kérdése, óhaja, sóhaja van, az jelezze. A hölgy tagjainkat megkérem, hogy különös tekintettel vigyázzatok Ádám Évára és a csecsemőjére, Rózsaszín baba Ruciba van a kisgyerek. Az Évának elég egy fél szendvics, úgyis. És egy negyed négyzetméter terület. Nekem kéretik legalább 5 négyzetméter. Nyújtsa fel a kezét, aki hozott zászlót! Zászlót melyik hozott? 1-2. Mackó Zsolti, hol van? Elbújt. Szeres Irén is hozott. Irén is hozott. Tehát a hátsóknak mondom, hogyha netán valakinél olyan eszköz lenne konzervnyitáshoz, kenyérvágáshoz, ami tüntetése nem való, azt kérem a buszon hagyni. Minden olyan eszközt, ami nem összeegyezhető egy békés, erőszakmentes tüntetéssel, azt mi nem viszünk magunkkal. Hogyha netán véletlenül, mondom, pusztán véletlenségből valakinél ilyen van Olá Józsi és Jancsi Kakucsról. Miskolcra megyünk, ha az Avasra, ugyanis a mai napon a szélsőjobb Avas lakótelepi vonulásával párhuzamosan a helyi cigány önkormányzat gyakorlatilag egy ellendemonstrációt hirdetett meg két okból, és mi budapesti roma aktivisták és nem roma aktivisták csatlakozunk ehhez a roma ellendemonstrációhoz, amely a Hazáért és a Demokráciáért címet viseli. Miért fut ez a jobb?
politikusnak nem mindig kell konkrét ok arra, hogy tüntessen, és hogyha megjelöl okot, akkor az nem biztos, hogy helytálló, de hát szokás szerint a közbiztonságot tűzték a zászlajukra, és ennek kockázataként ők rendre a cigányokat értik és kommunikálják, mi ennek pedig a szöges ellentétként gondoljuk. Úgy gondoljuk, hogy az a szélsőjobboldali párt, amelynek a sorai tele van a pornóiparban botrányba keveredett és büntetett előlegű emberekkel, illetve amelynek a fiók szervezetének a gárdának a tagjait elmarasztalja a bíróság gyerekmolesztálásért, az nem biztos, hogy morálisan van alapja bárki ellen felemelni a szavát. Az, hogyha neki nem tetszett, akkor ezzel nincs egyedül, és nagyon remélem, hogy az országban egyre többen leszünk, akiknek nem tetszik a Jobbiknak az a magatartása, amellyel felborítja a helyi települések békéjét, és megpróbálja egymás ellen ugrasztani a roma és nem roma embereket. Tehát nem ő lesz az első a településvezetők közül, akik azt kérik a Jobbiktól, hogy ne menjenek oda, és a Jobbik ellenek ellenére odavonul, és azt látom, hogy immár minden párt ilyen kommunikációt folytat a Jobbik irányába. Például a Fidesz Miskolci szervezete is azt kérte, hogy ne menjenek oda. A mi budapesti aktivisták, és mi nagyon sok helyről az országból, több mint 77 településről velünk párhuzamosan elindultak, demokraták, romák és nem romák, akik azt gondoljuk, hogy a szélsőjobbnak kétféle módon lehet gátat vetni. Egyrészt úgy, hogy Veszprémben és Németországban tették Dresdában, hogy elállják a szélsőségesek útját, hogy ne tudjanak bevonulni egy-egy településre. Másrészt, hogyha az állam nem cinkos néma magatartást tanúsít, hanem teszi a dolgát, hiszen minden hatalom és eszköz birtokában van. Nagyon szeretnénk, hogyha elkerülhető lenne mondjuk a Devecseri példa, ahol a szélsőjobbos tüntetők rárontottak helyben élő családházára. A rendőrség pedig megszeppenve tétlenül nézte ezt végig. Azt gondoljuk, hogy az államnak kötelessége minden polgára biztonságát garantálni és méltóságát is, nemzetiségre való hovatartozás nélkül. Mi emellett az érték mellett megyünk el kiállni, és szeretnénk a szolidaritásunkról biztosítani a Miskolcon élő roma és nem roma embereket, mint ahogy a miskolci roma emberek számtalanszor jöttek Budapestre szolidaritásból, úgy most mi is Miskolcra megyünk. Szilas István vagyok, zenész, fesztivál szervező, roma értelmiségi, ha lehet így fogalmazni. És én személy szerint is azért jöttem el, hogy kifejezem azt a nem tetszésemet, amelyet Magyarországon fasiszta állító pártok, a jobboldali pártok azonban is, lesz egy kérdésük a Magyar Békemenet címmel. Ez ellen megyünk tüntetni, hiszen nem tudom elfogadni azokat a náci eszméket és azokat a náci ideológiák a hajazó gondolatsort és gondolatiságot, amelyet Jobbik képvisel is mond. Szeretném azt demonstrálni, hogy a magyarországi cigányság is képes felfogni az idő szavát, és képes megmutatni magát is egy ilyen demonstráció formájában is, hogy a demokratikus eszmék nekünk is nagyon fontosak, és emellett kell kiállni, nem pedig a fasizáló gondolatok mellett. Nagyon fiatal, hogy miért vagy itt? Nem vagyok sajnos már olyan fiatal, mint ahogy tűnök. Azért vagyok itt, hogy demonstráljam a támogatásomat és a szolidaritásomat a miskolci roma állampolgárokkal, közösségekkel, és hogy nem tudom, hogy tanúsítsam azt, hogy a Jobbik nézeteivel teljesen ellentétes nézetek is vannak ebben a társadalomban. Horváth Rózsa, a jelenlegi társadalmi az ismerem a lényeg, hogy
Cina la tabari bomba taka 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 azzalari bomba azzalari bomba bomba azzalari bomba cina la tabari bomba vieni già in sciocco molto vinto che cugnuba oh most a hetes. Soha, de a tyúkok megunták egy napon,
be nem osztozik a magon. Hát neki estek, megbubolták az udvarból, kizavarták, kakasok meg kinevették nagyon. Hát így jár minden fejes hátucsibe, aki nem fél a saját bőribe. Hát fölvág a más tarajával, s kikezd a más kakasával, s vonak nézi, ami még csak viher. Fölvág a más tarajával, s kikezd a más kakasával, s tónak nézi, ami még csak pihet. Jaj, na 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 di na 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 na. Digitálisan 3D-be letölthető vagyok, köszönöm. Is. A gitáros testvéremnek 7 pontot! Vesznek? Azt is vagy alakom, hallod? A Jobbik Magyarországért, a parkolóban, a szomszédban. Tudom. Itt van egy srác, sapkot van rá. A kollégák, aki megcigizett, meg öntést a folyógyőt. Nincs senki már. Parancsoljunk. Tessék, hölgyeim. Mindjárt megnézzük. De meg lehet? Meg. Azt javasoltam a miskolci tüntetés szervezőknek, hogy ez most ne olyan tüntetés megvonulás legyen, ahogy szoktak, hogy akkor ilyen csordaszerűen megyünk, hanem maximum ötös sorokban, tehát egy sor öt ember, és így tovább, hogy legyen ennek valami arca, meg üzenete. Ezért én nagyon megkérek mindenkit, hogy Miskolcon nagyon figyeljünk egymásra, a zászlókat, akik hozták, azok figyeljenek, hogy azok lobogjanak. Ha krízis helyzet van, ha ne adja a jó Isten, bármilyen oknál fogva krízis helyzet van, a koreográfia az, hogy a nők középre, belőle, férfiak kívül, minden oldalról. Spártolja. Így van. Jó. Így van. Így van. Ha valamilyen baj van, elém csak az álljon, hogy nálam nagyobba tud ütni. Senki nem merjen ott hagyni, mert nem bírod futni. Senkit ne hagyjunk ott Miskolcon. Ha valakinél van alkoholtartalmú ital, akkor azt minimálisan fogyasszon, inkább a visszafele útra tartogassa. A gyöngyösieknek mondom, hogy a tüntetésre nem viszünk magunkkal semmilyen eszközt, ha valakinél van tolbicska vészbürütő, akkor itt hagyja a buszon. Visszaszűnjön érte a buszon. Elmondod, hogy lesz a forgató? Megérkezünk 3-4-2-2 magasságába az Avasi Sportcentrumhoz. Az Avasi lakótelepről a Váradi Gabi vezetésével elindul egy csapat a menettel. És mi, meg még nagyon sokan a sportcentrumtól becsatlakozunk közösen. Megvan egy útvonal a vonulásnak, ezt a helyiek fogják tudni, hogy mi. És a végcél, hogy a vonulás végállomás az a megyei kormányhivatal. Ott kerül sor a konkrét demonstrációra, ahol ismereteim szerint beszédek fognak elhangzani. Az hol van az a kormányhivatal? Na most igazából abban kellene megállapodnunk egymással, hogy én nagyon örülnék neki, ha az itt lévő emberekkel a mai tüntetés után is intenzív kapcsolatot tudnánk egymással tartani. Várjál Józsi, igen, ide tartozunk mindannyian. Nagyon örülnék neki, hogyha október 23-án mondjuk együtt tudnánk menni a Korvin közbe, ahol a Szabó Ilonka nevű cigánylányt 56-ban meggyilkolták, ő a mi hősnünk, és van ott egy emléktáblája. A 23-a délelőtt hasonlóan a tavalyihoz, ott meg tudnánk jelenni és közösen koszorúzni, ugyanis a mi cigány hőseinkről mindig elfelejtkeznek, és mindig árválkodik az emléktáblájuk. A pestieknek mondom, hogy ha mindenki, aki itt van Pestről, vagy egy fideszes retorikával élve, mindenki elhoz még egy embert magával, akkor pont elegen leszünk az emléktábla megkoszorúzásához. És utána gyakorlatilag délután bárki oda megy arra a demonstrációra, vagy megemlékezésre, ahol akar 23-án,
ha valakit érdekel, akkor én azt tervezem, hogy a Milláéra megyek ki. Azt nagyon nem bánom, hogyha a Milla, ami most ugye egy civil szerveződés, hogy oda közösen tudnánk menni, szintén úgy, hogy demonstráljuk a romák jelenlétét mondjuk 30 darab cigányzászlóval, akkor azt megint tudnám megköszönni, illetőleg arról kell majd egymással Facebookon, e-mailen bárhogyan beszélni, hogy egyrészt szeretném mindenkinek megköszönni most, aki itt van. Szeretném mindenkinek megköszönni, aki anyagilag hozzájárult, hogy a busz el tudjon indulni. Ez azért fontos, mert tényleg őszintén mondom, én 18 éves koromtól cigány mozgalmár vagyok, nem láttam még arra a példát, hogy cigány emberek úgy menjenek úgy elvegy busszal, hogy ők adják össze a pénzt, és nem pártok fizetik ki, és nem mondjuk a pártokhoz köthető nagy cigány politikai szervezetek. Ez a busz, igen, büszke vagyok rátok, igen. Ez a busz úgy indult el, hogy az itt ülő emberek, cigányok és nem cigányok közösen szálltak be a költségébe, mint ahogyan a barátaink saját pénzükön vettek nekünk enni, inni, kávét, lecsókolbást, zsömlét, mindent. Nagyon hálás vagyok mindenkinek ezért. Szerintem ezt meg kellene tartanunk valamilyen formában, ezt a hagyományt, ugyanis ha csak havonta, nagyon őszintén mondom, ha csak havonta 1000 forinttal szállunk be egy közös alapba, akkor nem vagyunk annak kiszolgáltatva, hogy mondjuk amikor Devecser, vagy Ceglét, vagy hasonló eset van, akkor azok a civil szakemberek, vagy azok a civil elkötelezett mozgalmárok, akik oda akarnak menni a helyszínre, nem tudnak leutazni. Legutóbb, amikor Ceglét volt, annyira pénztelenség volt, hogy nem tudtunk elindulni, és úgy gondoltuk, hogy úgy lehet a dologban segíteni, ha az ORFK-ra helyezünk nyomást, ezért kb. 40 ember alatt vonultunk éjszaka az ORFK épülete elé. Ami nagyon derék dolog volt, és azoknak az embereknek is nagyon hálás vagyok, de hogy nem lenne baj, hogyha havi 1000 forint közös összeadásával fönntartanánk egy olyan krízis alapot, ami lehetővé tenni, hogy ne legyünk kiszolgáltatva annak, hogy valaki ad-e nekünk pénzt arra, hogy valahova közösen elmenjünk. Amint látjátok, én is, meg az ide tartozó csoportban lévő nagyon sok cigány ember, az egy összeférhető ember, hiszen olyanokkal is ülünk most a buszon, akikről a külvilág azt gondolná, hogy rohadt nagy haragban vagyok velük. Csak hogy mi a haragot és a nézeteltérés és a maga helyi értékén kezeljük, és nagyon sokszor túl tudunk rajta emelkedni, ezt egy nagyon jó tulajdonságunknak tartom, és ezt meg is kellene őrizni. Ha valaki még egyszer beköp engem a beánál, akkor az leszáll a buszról, most közben. Ne engedjél el verni a buszról, köszi! A avasi kilátó. Hogy hova szeretném én az avasi kilátóhoz? Persze. Milyen buszokat? Ne adják, hogy az is tartok, hogy már utódok. Tudja, hogy mi melyik rendezvényre megyünk? Még nem döntöttük el. Utód vagyunk-e? Érdemes volna ezeket a rendőröket. A avasi kilátó sporthajához kell találkozni, hogy ott hallunk a többieket. Rádám, a veszélyt. Jó, köszönöm, hogy vigyáznak rá! Magyarul vigyáznak rá! Sanyi, nyílva! Átülök a kosó, jó? Azért ezt fényképezzétek már, már a határban meg vagyunk. Nézzük már, hogy csinálunk. Elnézést, most kellene a kamerás úr. Mi történik? A rendőrök megállították a buszt. Jó, semmi gond, itt vagyunk. Hát egész addig, amíg nem akarják mondva csináltak, akkor... Jó, ez rendben van. Belenéznek az ételhordóval. Megyed csak a kamerába. Fotózz le, Béla, mennyi le? Béla, mennyi csak le? Mi történik itt? Mi az, hogy mit keresünk? Mi az? Majd 23-ra a jobbik majd eljöttek. Mi kommentjük itt? A jobbik kasztúra. Fényképfelvételeket töröljék ki, kamerafelvételt töröljék ki. Mert én engem ugyanúgy nem lehet kamerázni, ahogy ön sem. El kell homályosítani. Nekem ugyanúgy vannak jogaim, mint magának. És nem járultam hozzá, hogy lefényképezzem. De maga fes fegyveres testület. Bármely kollégája fényképezett, úgy a felvételt legyenek. Szálljon le az autóbuszról. Aki kamerázott, szálljon le az autóbuszról.
Utipim! Jó napot, Csillag Ádám filmrendező vagyok, és úgy nem lesz az ön arca felismerhető, mert ki lesz takarva. Én egy professzionális ember vagyok, uram. Tessék! Tessék, mondjunk, mint intézkedés alá. Gyerekek, üljetek vissza a helyetekre, mindenki. A hangosítás miatt le kell, hogy szálljak. Nem lesz rajta, ki lesz törölve az arca, és annyi. Akkor beszéljen, hogyha valahol... Jól be lesz mosva az arca. De hát az egész napi felvételt nem lehet letörölni azért, mert ő így gondolja. De nehogy letöröljétek. Ha hogy lenne az egész? Mondd meg, ez nem arról szól. Ez... Közbiztonságra veszélyes eszköz, jó? Foglaljatok helyet, kedves barátaim! Nézik ránát, páncélőket! Tessék, szemlettek fogad a rendőröket! Nem kell fotózni, jó? Uram, szálljon le ön is, szépen rá lesznek írva az adata, jó? Vannak személyiségi jogaink, ezzel megsérti, szálljon le a buszra. Üljetek le! Nem adtuk az adatosság fotóhoz, úgyhogy szálljon le, uram, a buszra. Jó? Jobbikosokkal is ezt csinálják, vagy csak velünk? Na, kérd meg őket szépen, hogy járuljanak hozzá, és egy szép fotó elején. Ne legyen, mert ne emberkedjék. Csoportképet akar a Józsi. Ne emberkedjék fölösleges. Jóval már csak haladjunk, gyerekek. Együtt a kérdés. Most nem kell ezt, most nem kell ezen a hővízére. Ne csináljátok, hagyjátok, kézzel sörétek ebből. Ne szívassák el. Figyelj, ki van neki csatva. Na, őből öttök akkor már. Nem megyek neki sem. Így van. Csaba cigányzat. Megkérdezni ezt a kis esetet, azért Facebookon majd kifogom érni. Leadták a rendszámot. Szerintem korrektek voltunk mi is, de ha itt Miskolcon a csoportból bárkit igazoltatnak, hogy intézkedést és alá vonnak, akkor én azt szeretném felajánlani, hogy nem mind az 50-en menjünk oda, vagy próbáljunk segíteni, hanem éljünk azzal a lehetőséggel, hogy van köztünk jelen pillanatban jogász is. Én is szerintem gyakorlott jogvédő vagyok, meg a Farkas Lilláék, Mohács Erzsék, a Nekisek, az Amnestisek, a Taszosok, az összes Helsinkisek, az ismert jogvédő szövetek itt lesznek. De ha bármelyikünk közülünk valamit akarnak a rendőrök, akkor én meg a Feri állunk rendelkezésre, jó? És akkor... És akkor mi ketten itt vagyunk. Oké? Csak sasokkal, meg ilyenekkel. A harmadik ellenőrzők voltak. Tényleg mehet szép rendőr van, amit azért vett fel őket a sokottak. Ezek nácik voltak. Nem, dakoták voltak. Tesók voltak. Tetrekészek voltak. Indiai turisztok voltak. Tetrekészek voltak ezek. Látod, hoztam a vágat. Hoppre, Roma! Hoppre! Hoppre! Ez a végállomás? Ha azt mondjuk, hogy opre, akkor mindenki mondja azt, hogy roma. Opre! Roma! Opre! Roma! Opre!
Baba! Uski! Kaját vigyünk szívem. Akinek van olyan gyógyszer, amire menet közben szüksége lehet, az legyen a zsebébe. Fél literes ivóvíz, ha van ilyen, nektek legyen a zsebetekbe. Minden olyan legszükségesebb eszköz, tehát még egyszer egy gyógyszer, bármi, az legyen nálatok, mert a busz az külön leküldik a városba. De vagy az ászlomostán. A csapat kapitányok jöjjenek ide! Hagyd össze, hagyd össze, hagyd össze! Gulas, menj oda! Nincs ez milyen kerül? Gulas! Jaj! A menet az az, hogy itt becsatlakozunk, eljön a menet előttünk, nem tudom 50-100, nem tudom hány fővel vannak már ottan, azok mögéjük becsatlakozunk, itt már jó lenne, mert itt már úgy állnánk be, hogy csak folyamatosan tudnánk menni. Én azt javaslom, hogy egy ilyen ötös sorba álljunk be, és akkor úgy menjünk, próbáljuk belőle lakni az asszonyokat. Beállunk, csak annyit szeretnék kérni, meg tőled is, Laci, hogy mindenki a csapatát ötös sorokba állítsak. Hát ne tizen álljanak egy sorban, akkor csorda vagyunk, mert ha nem tudom, hogy mennyien jönnek, de ha sorokba állunk, akkor soknak látszik. Így van, így van. Minden csoport legyen fegyelmezett, a sorokat úgy kell kialakítani, hogy nők álljanak középen, minden csoportban legyenek rendezők. A Gyuri, és odaki ott van a buszok. Ez egy két ember jöjjön, álljunk oda, hogy Erika is az ITT-t válsz. Csak ezt viszem, hogy a láncba. Ja, csak tovább. Jó, viszem. Valami, akik szeretnének, vagy akarnak. Nem ezen múlik, hozz itt és add a kezükbe. No, ez kell. Nyilvási Pisti. Akkor a hideg soron ott van egy ilyen szerpentin, a rendőrök majd utbaigazítanak titeket. Szomorúan húzza fel a sudát már. Szavaztok testvéreim!
randok és elhúsult magát. Képmutató lett a világ, egész világ ellenségű, űzött tolvajokként élünk. Nem dolgozunk a kegyszeget, Jézus kérzünk. Csoportot egy nap tapsal köszöntjük! Három, de mindenki menjen! Egy, kettő, három!
Danihoz? Magyarok, romák és nem romák. Lonci Ernőt szeretném bejelenteni. Pilinszkitől áztatok és fáztatok. Tavenszasztetai baktál és avali romale. O drágosunk a delandasztom meg a mendján de miskolca. De del o drágosunk a del, hogy majd utivartem a lagyúva szjekávrészta, ande pács, ande zór, ande bak, ande bukuria. Szeretettel köszöntök mindenkit. Isten hozott benneteket. Adja a jó Isten, hogy ne ilyen körülmények között találkozzunk legközelebb, hanem valami kellemesebb apropóból, békében, szerencsében, erőben, egészségben, együtt Miskolc és az egész ország lakosát, amelyben természetesen benne vagyunk mi is, cigányok, és még sok más kisebbség, és természetesen a magyar többségi társadalom. Most a toleranciáért, a demokráciáért, a jogállamiságért vagyunk itt, és adja Isten, hogy azért ne kelljen harcolni, hanem ez legyen része a mi emberi méltóságunknak, az állampolgári jogunknak, és emiatt ne kelljen külön szót emelnünk. És akkor most, hogyha megengeditek, akkor egy magyar költőtől mondanék egy verset, aki mellesleg pap is volt és költő is, úgy hívták Pilinszky János, és a következő verse, mert áztatok és fáztatok. Forduljatok hát ellenem, ti meglapuló szörnyek! Az omló folyosókon át hatolva egyre följet, nyomuljatok be szabadon, futó tüzet kiáltva lassan fölétek rakodó hatalmas éjszakán. Csupaszra vetkőztessetek, semmit se hagyva rajtam, vegyétek el a homlokom, a szemem és az ajkam, mert áztatok és fáztatok, s mert éheztetek bennem, bár én is áztam, fáztam, és nekem se volt mit ennem. Legyűrhetetlen fölkelés, dadogó győztes lárma, mint életfogytig elítélt fegyencek lázadása. Egyetlen boldog pillanat, a végső és az első, csak állunk majd, és reszketünk akár egy égő erdő. És ezután szeretném, hogyha a cigány himnuszt, a Gélem-Gélem, Lungone Dromenca kezdetű cigány himnuszt, ami 1980 óta a nemzetközi cigány himnuszunk, énekeljük el. Én nekem ugyan ének hangom az nem sok van, de valahogy így kezdődik, hogy Ajke gélem, gélem, ke lungone dromenca. Ajke mala gélem, baktára dromenca. Esetleg, hogyha segített az Jézus szépen. Gélem,
Most pedig arra kérek mindenkit, hogy tisztelettel, ugyanúgy, mint hogy a cigány himnuszt énekeltük, énekeljük el a magyar himnuszt. Isten áld meg a magyar, jó kedve bőségnek, bújj fel éne, védőnk az, csorgok fényért és szeretetért a város kapuja előtt. Csak én korbácsolom az iháló szél hátát átkaimmal, s üvöltöm az égig kivetettségem síralmait. 16 éven nem elég arra, hogy befogadjatok. Nem elég arra, hogy fejemről letépjétek a megaláztatás pókhálóit. Sokan várjuk a kapukon kívül, hogy bizalmatok rész krajcárjaival megajándékozzatok. Köszönjük szépen Szegedi Dezső Jászai Majd Edias színművésznek az verset. Tarasszaszte tájbaktále, szavóra zsínejek hetáne, andot rájó. Legyünk szerencsések és boldogok mindannyian, így együtt, ahogyan élünk az életben. Nagyon sok tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Miskolc megyei jogúváros cigány nemzetiségi önkormányzat nevében a hazáért, a demokráciáért menet minden résztvevőjét. Jelenlétünkkel és csendes demonstrációkkal fejezzük ki a rasszizmus ellen, a náci eszmék ellen, a diszkrimináció ellen és a félelemben tartás ellen hangunkat. És most megkérném Váradi Gábort, a Miskolc megyei jogúváros cigány nemzetiségi önkormányzat elnökét, hogy tartsa meg beszédet. Egy picit izgulok, nem voltam még ennyi tömeg előtt, nem beszéltem. Ekkora tömeg előtt még nem beszéltem, egy picit izgulok. Körülbelül 4 oldallal jöttem, de most zsebre fogom vágni. Az a baj, nem megy nekem a olvasás. Engedjétek meg, hogy sok szeretettel köszöntjek mindenkit a Miskolci Cigány Nemzetiségi Önkormányzat nevében, a hazáért, a demokráciáért. Elnevezésünk mellett. És ha már mindenki verssel kezdtem, meg idézetekkel, engedjétek meg, hogy én is azzal kezdjem. Szép Ernő, imádság. Ki ülsz az égben vihar felett, én Istenem, hallgass meg engemet. Hozzád megy szívem, így szavam dadog. Hazámért reszketek. Magyar vagyok. Magyarok vagyunk! Amikor a Miskolci Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elindította ezt a szervezést. Nagyon sokan csatlakoztak hozzánk, nagyon sokan biztattak bennünket. Nagyon szépen köszönöm mindazoknak, akik a mai nap folyamán jelenlétükkel is megtiszteltek bennünket.
hogy ne soroljam fel név szerint, mert az nagyon hosszú ideig tartana. De többen is lehetnénk. De miért nem vagyunk többen? Ma? Köszönöm szépen. Azért vagyunk jelen pillanatban csak ennyien, mert ma Magyarországon van egy csoportosulás, aki félelembe akarja tartani a többséget. Félelembe akar bennünket tartani. Nem engedjük! Demonstrációnkkal egy időben ez a ideológia, ez a megfélemlítés az avasi lakótelepen fog most járni. És megfélemlíti a családjainkat, megfélemlíti gyermekeinket, megfélemlít mindannyiunkat. De nekünk azt kell mondani, dosta, elég, véget kell vetnünk ennek az ideológiának. Amikor lőttem a menetben, nem megyünk fel. Mi annál sokkal tisztességesebbek vagyunk, sokkal méltóságteljesebbek, így van. Hogy mi bármilyen jellegű csoportosulással vegyüljünk, vagy éppen a szavunkat adjuk hozzá. Nem adjuk hozzá. A hazáért, a demokráciáért menetnek az elsődleges célja az, hogy nem csak a Jobbik az, aki fenyegető veszélytelen ma Magyarországban, hanem az, hogy vannak ma politikai erők, akik ezt hagyják. Így van. Akik szó nélkül elküldik ezt. Orbánt akarod! Ne felejtsük el azt, hogy az elmúlt 20 év mindentől megfosztotta a cigányságot. Az, hogy ma van rajtatok ruha, csodának nevezem, mert mindentől megfosztottak, nincs semmi. Azért vagyunk itt, hogy ezt visszaszerezzük. Visszaszerezzük a becsületünket, a tartásunkat, és hogy büszke cigányok lehessünk. Így van. Többen kértek tőlem a mai nap folyamán interjút, és azt mondtam, hogy a Magyarország egy nagyon komoly lejtőn halad lefele. A neonáci azoknak az ideológiáknak a mentén, amelyek nagyon komoly veszélyt jelentenek a társadalomunkra. Most még van idő megállítani. Most még lehet azt mondani, hogy dosta, elég. Nem hagyjuk! Nem hagyjuk! A Jobbik retorikája szembeáll ebben a dolgozó embert, a becsületes dolgozó embert a becstelen munkanélkülivel. Ezt sem hagyhatjuk. Az a baj ma Magyarországon, hogy jelen pillanatban, és hát ha vissza kell egy picit tekintenünk, azt látom, hogy nagyon kevés gyereket látok itt, többen már 20-on felett vagyunk, megtapasztaltuk azt az elnyomást, azt a kirekesztettséget, amely az elmúlt 20 években ért bennünket. Mi azt mondjuk, hogy össze kell fogni, cigánynak, nem cigánynak, és fel kell építenünk újra ezt a hazát. Mert kezdünk romokban állni, lelkileg is legalább. A javaslataink a következő. Hozzunk létre olyan köröket, amelyek megértéskörök lesznek. Hozzunk létre egy megértésköröket a saját településeinkben, ahol cigányok és nem cigányok együtt beszélgethetnek, együtt vitathatják meg azokat a problémákat, amelyek saját köreikben előfordulnak. Hozzunk létre konfliktuskezelő központokat, amelyek
segítenek megoldani azokat a konfliktusokat, amelyek ráülepszik a társadalmunkra. Hozzunk létre értékteremtő munkát. Olyan értékteremtő munkát, ahol a cigány visszaszerezheti a becsületét. Sokan azt mondják nekünk, hogy nem akarunk dolgozni. Ma 47 ezerért, vagy talán még annyiért sem. Több százezer cigány dolgozik, mert el akarja tartani a családját. Adjanak normális munkát. Becsületes munkáért, becsületes bért kérünk. Nagyon fontos az, hogy területenként kialakuljanak kulturális központok, amelyek a saját hagyományainkat, a saját identitásunkat tudják erősíteni. És mai nap reggel kíváncsi voltam, hogy milyen híradások lesznek a tévében, és megdöbbenettel tapasztaltam azt, hogy Miskolc megyei úváros polgármestere ki akarja söpörni a fészekakókat. Ez az ideológia, ez a retorika a 40-es években volt jelen. Ezzel az ideológiával, ennek az eszmének a kapcsán több százezer, több ezer cigányt, zsidót vittek el oktalanul. Meg kell állítani, vegyék végre figyelemben a politikusaink, a felső vezetés, hogy felelősségük van. Amit ma elkövettek a mában, az a holnapnak óriási problémát fog jelenteni, ha nem úgy teszik, ahogy kell tenni a dolgukat. Többen feltették a kérdést, hogy hiányoznak lungodromos kollégák, de nem akarom őket szapulni, nekik majd a saját lelkiismeretükkel kell akkor elszámolni, amikor a Jóisten elé fognak állni, és majd megkérdezi tőle a Jóisten, hogy te tényleg képviselted a cigányokat? Vagy csak a békemenetben akartál parolázni? Áruló! Mi azt mondjuk, hogy nem bántunk senkit. Mi békés cigányok vagyunk. Minket már nagyon sokan bántottak, és mi tapasztaltuk azt, hogyha bennünket bántottak, nem jó dolog másokat bántani. Tehát azt kérem mindenkitől, hogy méltóság teljesen, próbáljuk meg a mindennapjainkat élni, legyünk büszke cigányok. Nem, védjük meg magunkat azzal, hogy saját identitásunkat, saját értékeinkkel próbáljuk meg megvédeni magunkat. Nem úgy, hogy egymásnak feszülünk, nem úgy, hogyha egy gyűlöletet keltünk, hanem csak a szeretet az ma Magyarországon, amely képes ezeket a falakat ledönteni. Csak a szeretet az, amely képes arra, hogy politikusainkat, egymást és mindenki mást a világon meggyőzzön. Én azt kérem mindenkit, amikor lefeküdtök, imádkozzatok egy-egy jobbikosért. Köszönöm szépen! Testvéreim, én még nem mutatkoztam be. De tudjátok, én mindenütt úgy szoktam bemutatkozni. Horváth Győző vagyok, miskolci roma, ha úgy tetszik cigányember, és magyar állampolgár. És most engedjétek meg, hogy felkérjem Horváth Józsefet, a megyei önkormányzat képviselőjét, hogy tartsa meg beszédét. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, kedves magyar testvérek, kedves honfitársaim! Sokat gondolkoztam, miért vagyok én Magyarországon. Magyarországot szeretem. Magyarország egy Mária ország, ahol nekünk is helyünk van. Testvérek, nem kell félnünk, mert a szeretettel és békességgel tudunk előre nézni, akkor együtt a szeretettel győzni fogunk. Én egy jobboldali érzelmi ember voltam, kiábrándultam belőle, mert rájöttem arra a dologra, hogy cigány ember vagyok. És se a balnak, se a jobbnak nem kelletek. Így van.
Nekem csak Isten az első, és a családom, és a közösségek. Minden magyar állampolgár, aki jó akaratú és békessége van, az testvérem. Én úgy éreztem, hogy egy sötét alagútban vagyok, de kivilágosodott az elmém, és én azt mondtam, testvérek, romák, vegyünk kézbe a kezünkbe a sorsunkat. Itt nem oldja meg senki, ha mi együtt összefogunk, akkor nagyobbra tudunk vinni. Én úgy gondolom, hogy a jövőben az igazságért nagyobb megmozdulást kell tennünk annak érdekében, hogy a békét, hogy munkák legyen, és lakhatási legyen, és tisztességes bért kapjunk, hogy tudjunk fizetni, és emberi módon tudjunk élni. Ez kell nekünk. Azt sajnálom, hogy vannak szervezetek, akik nem csatlakoztak ehhez a békés megmozduláshoz. De eljön az az idő, hogy még most ennyien vagyunk, de holnap még többen leszünk. Ha abba hiszünk, ha Isten velünk, ki ellenünk. Szeretném, hogyha megőriznénk mindazokat a gondolatokat és békességet, hogy nem mondják nekünk, hogy csürhék vagyunk. Mi nem vagyunk csürhék. Tudunk viselkedni, meg kell mutatnunk, hogy itt vagyunk, és tudunk toleránsak lenni. És szólnom kell azokról a dolgokról is. Itt vannak apáink, sajnos az enyém 43 éves korában meghalt, tégébe dolgozott becsülettel. Édesanyám hál' Istennek él, 25 évet dolgozott, és nekünk kötelességünk, hogy nekünk meg kell védni gyermekeinket, családainkat és öregeinket. Nem lehet megbélyegezni, hogy bűnösök. Ezt nem lehet elhallgatni. Nem lehet azt, hogy minket félelembe tartsanak. Ez igaz. Fel kell ébredni, testvérek. Nem lesz előrelépés, hogyha közösen nem fogunk össze. És ma Miskolcon fogtunk össze, majd holnap más városba fogunk össze. De együtt, és nem egyedül. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, Orlán!